Bhagwan Rajneesh az egyik legvitatottabb guru Indiában. Mindenek előtt sokkoló, szexuális gyakorlatai miatt, amelyek előfeltételei a gyógyulásnak. Dinamikus meditációnak hívják a jogának ezt a fajtáját, ami egy New Age-es kombináció a hinduizmussal és a pszichoterápiával vegyítve. Gyakorlatuk során hevesen ki- és belélegeznek, aminek a kígyó kundalini erejét kell felébresztenie, amely a guruk szerint a gerincoszlop alsó részén helyezkedik el, összetekeredve. Minden nap elvégeztem a dinamikus meditációt. Gyakran kundalini meditációnak is nevezzük. Tisztító lélegzéssel kezdődik. Ennek egy olyan energiát kell megmozgatnia, amely téged a fejedbe és a testedbe visz. Csak lélegezni kell. Második fázis a kiabálás szakasza. Ennek során kiabálva, akár a padlóra is fektetheted magad, akár egy kisgyerek. Elérted a következő szakaszt, az ugrándozást és a hú kiáltozást, már nem veszel észre semmit. Az ember majdnem semmire sem emlékszik vissza. Véleményem szerint a legközelebbi hasonlat erre a tompa értelem. Elérkezel egy olyan ponthoz, ahol az értelem egyszerűen elhagyja a testet. A test fel és leugrál, és a belső húd kiált. Bár már régen nem vagy ott, teljesen egyé olvadsz egész energiáddal. Szakasz a csend. Elhallgatsz, és 30 perc intenzív megkönnyebbülést élsz meg. Ami a hihetetlen és heves mozgási fázis után jön, az egyszerűen a béke és a csönd érzete. Értelmet szabályosan kikapcsol, és egynek érzed magad az univerzummal. Az újságokban ragyogó írások szerepeltek a gururól és a pszeudopszichológia technikájáról. Ennek során azonban elfelejtették megemlíteni, hogy számtalan testi és lelki összeomlás is történik, mint például öngyilkosság, megőrülés, verés, megerőszakolás, sőt gyilkosság is. A legnagyobb aggodalomra ad okot, hogy ezeket a veszélyes technikákat, mint például a megvilágosodási technika, alkalmazzák a pszichoterápiában, szemináriumokon is tanítják, sőt katolikusok és evangélikusok is átveszik ezt. Mindenféle veszélyeket rejtenek magukban ezek a légzésgyakorlatok. Még a kitalálói és harcosai is elismerik, hogy lelki és pszichikai zavarokat válthatnak ki. Némelyek hátralévő életüket elmegyógyintézetben töltik. Ezeknél a gyakorlatoknál démoni erők szállhatják meg az embert.